Vásárosnaményban gyűltek össze péntek este az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség megyei és határon túli közösségei. Fórumaikat évente többször megrendezik, a járványhelyzet miatt azonban ezek is elmaradtak az elmúlt időszakban. Ezúttal is olyan ügyekről beszélgettek, mint a keresztény értékek védelme, a felső oktatás jövője és a magyar közösség megmaradása. A másik téma pedig az, hogy merre tovább 2022-ben Magyarország. Nekünk fiataloknak nagyon fontos az, hogy jó irányba menjen itt a vidék Magyarországon a dolgok. Nekünk nem mindegy, hogy a falvainknak lesz a jövője, mi nem Budapestben gondolkozunk, hanem vidékben gondolkozunk. Mi abban gondolkozunk, hogy a megye minden településen a fiatalok itt tudjanak maradni, szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és méltó, emberhez méltó, családapához, családanyához méltó jövőt tudjanak gyermekeiknek teremteni. Ehhez két dolog kell, meg kell védeni értékeinket, és fejleszteni kell településünket. A szövetség országos elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok újra közösségben legyenek. Ehhez azonban, mint mondta, az oltás is szükséges. Azt látjuk, hogy a negyedik hullám elleni védekezés az egész más, mint az első három hullám ellen, hiszen most a védekezésünk oltás központú. Azt szeretnénk mindenkit kérni, hogy oltassa be magát. Azt látjuk, hogy a vírus az oltatlanokat érinti elsősorban veszélyesen és legjobban. Az oltás az egyedüli megoldás most, hiszen a védekezés a kezünkben van. Mindenki, aki szeretné, az körülbelül pár nap alatt a lakóhelyhez közel beoltathatja magát. Különben veszélynek van kitéve, különben a vírus megtámadhatja, így a védekezésünk kulcspontja az ország. A résztvevők a fórumot követően a Zoárnap is sokadalom helyszínére mentek, ahol a közös ügyek kibeszélése után már a szórakozáson volt a hangsúly. Az egyetemi modellváltásért felelős kormánybiztos szavai szerint az ilyen események is nagy szerepet játszanak az értékek, hagyományok generációról generációra való átadásában. Én, mint kis faluból származó politikus, nagyon nagyra értékelem azokat a közösségeket, amik ápolják a hagyományokat, tovább viszik azt az együttműködést, ami kell ahhoz, hogy ez a nemzet élni tudjon, és a nemzet közösségeiben él, ilyen kis közösségeiben, mint a mi tanaményi közösség, és én bízom benne, hogy a jövőben ezek a közösségek meg tudják mutatni, hogy Magyarország versenyképes, sikeres, őrzi az identitását, őrzi a hitét, és biztos abban, hogy Kárpát-medencében a magyarságnak továbbra is magyarként lesz jövője. Az ezúttal is két naphoz Zoárnapi sokadalom szombaton zárult Vásárosnaményban.